Természetesen azt, hogy erre ne a következő két hétben kerüljön sor, hanem néhány hónap még rendelkezésére álljon a bizottságnak. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Két perces felszállással megadom a szót Salamon László képviselőnek, a KDNP képviselőcsoportjából. Köszönöm, elnök úr. Csak egy kis pontosítást szeretnék hozzáfűzni Dúró Dóra képviselőtársunk által elmondottakhoz. Téves az a jelzése, vagy az az általa elmondott körülmény, hogy ezért áprilisában kezdődött volna az érdemi munka. A bizottság az elmúlt év folyamán több ülést tartott, az üléseken megtárgyaltuk a választási rendszer lehetséges formáit, a nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét, iratok benyújtására került, szóval többek között a Jobbik is írásbeli anyagot nyújtott be, a Kereszténydemokrata Néppárt is. Tehát előre haladt bizonyos értelemben ez a munka, egészen 2010. október végéig, bár ugye akkor már az alkotmányozás is folyt, de amikor az alkotmányozás, szabad ilyen költői hasonlatot mondom, rakétái magasabb sebességre kapcsoltak, és előtérbe kerültek olyan kérdések, amire a bizottság eredeti megbízatása nem terjedt ki, például a külhoni magyar állampolgárok választójogának a kérdése, akkor a bizottság, az albizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy várjuk be, hogy mi lesz az alkotmányozás eredménye, hiszen, mint azt az imént az expozémban is elmondtam, nyitott kérdés volt, és vita tárgyát képezte az alkotmányozás során is, hogy ezek a kérdések mennyiben legyenek magának az alkotmánynak a szabályozási körébe tartozó kérdések, illetve mennyiben legyenek sarkalatos törvényre bízva. Tehát a lényeg az, hogy nem most áprilisban kezdődött az érdemi munka, sőt, hogyha mennyiségre nézem, akkor az elmúlt év során időben is, iratokat is tekintve többet dolgoztunk ezeken a kérdéseken, mint ebben az évben, hiszen az alkotmány megalkotása óta alig egy hónap, valamivel több, mint egy hónap telt el. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Normál időkeretben két szót Novák előtt képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, több mint fél évig nem ülésezett ez a bizonyos albizottság. Volt egy ilyen időszak ennek az albizottságnak. Ezért összességében nem kell csodálkoznunk azon, hogyha az eltelt egy éves időszaka alatt nem tudott megbirkózni az épp a kormánypártok által határozati javaslatban, országgyűlési határozatban kijelölt határidőre nem tudta elvégezni ezt a feladatot. Ezért valóban indokolt, mi is támogatjuk, hogy ezt a határidőt meg kell változtatni. Azonban, mivel az elmúlt egy év alatt nem sok érdemi munkát végzett, így indokoltnak érezzük némi segítséget, iránymutatást adni az albizottságnak, vagy eseti bizottságnak, hiszen joggal várjuk el azt, hogy az újabban kitűzött határidőre viszont most már végezzen a munkájával. Ezért, ha eddig nem birkózott meg vele, engedjék meg, hogy én magam is néhány javaslatot megfogalmazzak ezzel kapcsolatban, amelyeket egyébként módosító javaslatok formájában is benyújtottunk már tömören. De azért általánosságban nézve elmondható, hogy három fő terület van, amit már szerintünk itt a határozatban alapelvként le kell fektetni. Teszem hozzá, korábban is azt mondtuk, hogy már a határozati javaslatban is le kell fektetni. Itt a plenáris ülésen szavazás is volt például arról, hogy a választójogi reformnak arányos képviseletet eredményező választási rendszert kell megteremtenie annak érdekében, hogy az országgyűlési mandátumok aránya tükrözze a pártlistákra adott szavazatok arányát. Ugye ez azért szükséges, mert önök nem egészen 53%-os társadalmi támogatottsággal, ekkora választási eredménnyel értek el aránytalan torz kétharmados parlamenti túlsúlyt, annál is nagyobbat. Ugye ezt nyilvánvalóan meg kell szüntetni, hogyha az igazságérzetük a helyén van, hogy ilyen torz és túlhatalomhoz juthassanak. Ezt a javaslatunkat, amelyet magam nyújtottam be módosító javaslatként, végül Lampert Mónika finomította egy kapcsolódó módosító javaslattal. Ezt kérem szépen, nem hogy önök nem szavazták meg, hanem a legpikánsabb, még
az LMP sem szavazta meg. Pedig azt gondolom, hogy ha valakiknek, hát a legkisebb pártnak érdekében állna, amelynek esélye sincs egyéni mandátumok elérésére, gondoljuk csak a legutóbbi püspökladányi időközi országgyűlési választásokon elért 3,5%-os eredményre, nekik indokolt lenne, ezért szeretné meggyőzni bár éppenséggel itt nem lévő témafelelősüket, Karácsony Gergelyt, aki egyébként a témának egyik legkiválóbb szakértője Magyarországon, ezt mindenképpen elmondhatjuk. Azonban azt gondolom, hogy ez a parlamenti munkájukról állít ki rossz bizonyítani, hogy egy egyértelműen érdekükben álló, és általuk egyébként normális esetben támogatott javaslatot itt a parlamenti hajtásban, vagy hát nyáron tulajdonképpen leszavaztak. Tévedésből véletlenül, most viszont szeretném, hogyha a most benyújtott javaslatunkat támogatnák, legalább ők, akiknek ez érdekükben áll, hogy mutatkozzon meg egy teljes ellenzéki összefogás a kétharmados torz fideszes túlsúlya szemben. Szeretnénk igazságosabbá tenni a választási rendszert, ennyiről van szó. Mi ezért is állítjuk pozitív példaként, már most a határozati javaslatba belevennék, mint egy útmutatóként önöknek a munkájukhoz, hiszen ez egy nagyon szűk bizottság, és azt gondolom, hogy egy ilyen fontos kérdésben jó lenne, hogyha többen is véleményt tudnánk nyilvánítani. És ezért pozitív példaként a Németországban érvényben lévő egyéni választókerületi rendszert listával arányosító számítási módot szeretnénk példaként ajánlani. Ennek alkalmazásával a parlamenti mandátumok aránya jobban tükrözné a társadalmi akaratot. Mi ezt tartjuk a legideálisabb modellnek, a német modellt. Mi ezt szeretnénk, hogyha megvizsgálnák önök, és erre igenis van a Jobbiknak legalábbis elnökségi hiteles párt felhatalmazása, hogy a tagunk, bizottsági tagunk is, Gyüre Csaba képviselő úr is, a Jobbik alelnöke ezt képviseli a bizottságban. Tehát nekünk kiforrott az álláspontunk, mi hajlandóak lettünk volna már akár a mostani határidőig is megalkotni azt. Azonban, ha már távolabbi határidőt ad, akkor azt gondolom érdemes megvizsgálnia még a bizottságnak azt is, hogy milyen súlyos hibát követett el a fideszes kormánytöbbség, amikor tavaly nyáron, itt néhány hét alatt keresztül erőszakolták azt, amivel az önkormányzati választási rendszer tovább aránytalanították. Ezzel a győztes mindent visz elve irányába torzították el a választási rendszert. Ezzel érték el azt, hogy például, hát hogy csak magunk példájánál maradjak, egy Jobbik méretű pártnak, melyet lehet keveselni, lehet, hogy önök még sokanak is, hogy túl nagyok vagyunk. Minden esetre van olyan budapesti kerület, ahol ilyen támogatottsággal is nincsen képviselője az önök választási rendszere miatt. Egy fővárosi kerületről beszélünk, ahol megtehetik azt, hogy egy Jobbik méretű pártnak nincsen képviselő. És lehet mosolyogni, de ez azt gondolom, ez inkább a demokrácia szégyenfoltja. Miként az is, hogy a Jobbiknak például egyetlen egy budapesti kerületben sincs frakciója. Azt gondolom, hogy ez sem normális a mai demokráciában, hogy ezáltal rengeteg olyan jogkört vonnak meg, például napirend előtti felszorolások jogát, és sorolhatnánk meg, hogy egy önkormányzatban mivel jár egy frakció hiánya. Én azt gondolom, hogy el kell, hogy fogadják azt, hogy önök igenis visszaéltek az 53%-os társadalmi felhatalmazásukból nyert kétharmadosnál is nagyobb parlamenti túlsúlyukkal. Ezt vissza kell állítani. Igen, beszélnünk kell arról is, hogy nem csak az országgyűlési választási rendszert kell megreformálni és igazságosabbá tenni, hanem az önkormányzatit pláne, hiszen az eddig is aránytalan rendszert önök tovább aránytalanították. Ennek véget kell vetni, szembe kell nézzenek azzal, hogy önök sem fogják mindig ezt a többséget birtokolni, és egyszerűen nem igazságos a rendszer. Végül hadd beszéljek két másik javaslatunkról is, hiszen bár a legfontosabbnak, ahogy mondtam, ezt az arányosítást tartjuk, a német modell megvizsgálását, azonban az Országos Választási Bizottság egykori tagjaként rá kell irányítsam a figyelmet az ajánlószelvényekkel kapcsolatos visszaélésekre. Meggyőződésünk szerint már most ebben a határozatban rögzíteni kellene, hogy ennek a reformnak új rendszert kellene kidolgozni a jelölt állításra, mivel az ajánlószelvényekkel ugye rendszeresen visszaéléseket követnek el. A gyűjtés a választópolgárok zaklatásával és gyakran jogosulatlan adatkezeléssel jár. Ugye, miután önök mindent megtesznek azért, hogy levadásszák az összes ajánlószelvényt, amit a választópolgárok hajlandóak átadni, tegyük hozzá nagyon sokan, ugye nem hajlandók, természetesen félve az ilyen Kubatov listázástól. Tehát túl ezen, hogy ez az meggyőződésem szerint, és volt OVB tagként, ezt mondhatom, hogy ezt rossz hiszemű joggyakorlatnak, a választási eljárásról szóló törvénybe ütköző gyakorlatnak is tekintem, de ennek a gyakorlatnak még magasabb törvényi garanciával egyértelműen kimondva, nem pedig csak akár az én jogértelmezésemmel levezetve, ki kell mondani azt, hogy igen, ez a joggyakorlat, hogy lehalásszák az ajánlószelvényeket,
ennek mindenképpen véget kell vetni. Önök itt egy bizonyos 6 milliós mítoszról beszéltek a korábbi vitában, hogy bár persze 2 millió ajánlószelvényt szeretnének begyűjteni, de 6 millió még így is kint van az embereknél. Ez természetesen nem igaz, hiszen ahogy említettem, sokan nem is adják át senkinek, sokan nem a hivatalos bejelentett lakcímükön vannak, és sokan ugye ajtót sem nyitnak, miután már a 10. kopogtató cédula gyűjtő csönget be, pontosan önök miatt, hiszen önök azok, akik a sokszorosát begyűjtik a szükséges mennyiségnek, rossz hiszemű joggyakorlatot folytatva a választási eljárásról szóló törvénybe is ütköző módon. Tehát ennek a választópolgárok zaklatásával járó rendszernek véget kell vetni. Mi ezt szeretnénk már most ebbe a határozati javaslatba, egy módosító javaslatot is benyújtottam ennek érdekében, hogy ezt kimondjuk, hogy ennek véget kell vetni. A másik, ami talán még fájóbb, és ez az, ami a napokban a szociális konzultáció kapcsán ismét fölmerült, az a bizonyos jogosulatlan adatkezelés, melyet most, hogy már az ügyészi hatalmat és mindent gyakorolva természetesen szőnyeg alá seperhetnek, Kubatov botrányokat és egyebeket, de azért a választópolgárok nem nyugodtak. Nem nyugodtak, és újabb példákat mutatnak erre, például a szociális konzultáció kapcsán is, melynek kapcsán joggal merült föl a vizsgálóbizottság kérdése, egyébként bennünk is, lehet, hogy még hamarabb, mint az MSZP-nél, de hát miközben a részleteit dolgoztuk ki a javaslatnak, az MSZP egyszer csak bejelentette. Tehát kétszer is végig gondoltuk ezek után, megrémedve, hogy az MSZP is ugyanezt nyújtotta be, hogy jó ez a javaslatunk, de igen, tartjuk ezt a javaslatot is, és szeretném képviselőtársaim, ha önök is ezzel a javaslattal is akár összefüggésben ezt aláírnák, ezt a kezdeményezést, mert szükségesnek tartjuk, hogy egy vizsgálóbizottság tegyen ügyet ennek a sorozatos adatgyűjtéseknek a végére. Az, hogy itt vonalkódokkal címkézik föl az embereket, és nyilván tartják azt, hogy ki hogyan gondolkozik szociálpolitikai kérdésekről, korábban pártszimpátiáról, ahogy Kubatov Gábor elmondta, és nem csak fideszes pártszimpátiáról, azt is följegyzik önök ebben a bizonyos VPN rendszerükben, ugye önök így ismerik a önök által fejlesztett szoftvert, a választópolgári névjegyzéket, ugye a világi körökben bizonyára még ismertebb ez a javaslat, amiről így hallunk néha, hogy önök üzemeltetnek egy ilyet, és Kubatov Gábor ennek a részleteiről is beszélt, hogy hogyan győzte meg a Fidesz elnökségét is, hogy egy ilyen adatbázis működtessenek. No, ennek szeretnénk véget vetni, csak mi, illetve az LMP becsületére váljék, hogy azért ők támogatták ezt a javaslatot. Az a más kérdés, hogy nem oszt, nem szoros, hogy az LMP mit mond, hiszen vizsgálóbizottság felállításához a képviselők 1/5-ének támogatása, azaz mivel önökre nyilvánvalóan bűnösként, felelősként nem számíthatunk, az MSZP támogatása is szükséges volna. Csak hogy egy éve már, amikor ezt a vizsgálóbizottságot javasoltuk, az MSZP megfúrta ezt a javaslatunkat, szőnyeg alá söpörte, azóta nem tudjuk, hogy miért. Most pedig, amikor a vizsgálóbizottság feltételéül szadnánk, hogy ne csak a szociális konzultációt, hanem ezt az adatgyűjtést, a kubatovi botrányt is vizsgálja, akkor azóta mismásolnak, úgy néz ki, hogy valami paktum van, hát nyilvánvalóan önök is zsarolják, valamit tudnak az MSZP-ről, hiszen titkosszolgálati szálakat működtetve nem nehéz akár fellelni azokat a vélhetően létező titkos adatbázisokat, amelyet már ugye a 2002-es választási csalások során tudjuk, hogy igenis alkalmaztak az MSZP izraeli kampánytanácsadóinak segítségével. No, ennek szeretnénk véget vetni, és erre vonatkozik most a javaslatunk, hogy egy a határozati javaslatban erre is térjünk ki, hogy véget kell vetni ezeknek a kubatovi listázásoknak. Végül még egy pont van, amire módosító javaslattal szeretnék alapelvként is a tisztelt albizottság figyelmébe ajánlani, ez pedig az, hogy a választójogi reform előkészítése során megoldást kell találni, ezt most már mondjuk ki végre, mert eddig nem történt meg az országgyűlésben, a Kárpát-medencei, de határon túli magyar állampolgárok szavazati jogának lehetőségére. Tehát azért mondjuk ki egyértelműen, hogy nem csak határon túli, tehát most itt nem az Izraelben élő magyar állampolgárokra gondolunk elsősorban, sót mi jobbikosok egyáltalán nem rájuk gondolunk, hanem gondolunk inkább a Kárpát-medencei határon túli magyarságra, és ez az, amit eddig sajnos nem mondott ki itt az országgyűlés. Kimondta persze az alkotmány előkészítő eseti bizottság, november 16-ai nagy sikere volt a Jobbiknak, hogy jobbikos javaslatra kimondta az albizottság, hogy benne kell legyen az alaptörvény koncepciójában. Csak aztán teltek múltak a hónapok, elén került ez az alaptörvényjavaslat, és egyszerűen nem volt benne. Pedig nem rendeltek el azóta újabb szavazást, a Jobbik alaptörvény előkészítésből való kivonulása után sem, hát azért a jegyzőkönyveket nyomon követtem, nem rendeltek el újabb szavazást, nemes egyszerűséggel kiszedték a megszavazott javaslatot, és már nem szerepelt benne, és amikor itt a vitában elmondtam, akkor ugye Salamon elnök úr azt mondta, hogy hát ezt nem itt kell szabályozni. De hát könyörgöm, akkor miért szavazták meg korábban, hogy legyen benne az alaptörvény koncepciójában? Meg hát akkor szavazzák le, vegyék ki. Na de hogy egyszerűen csak így szőnyeg alá söpörve fogják és kiszedik,
Hát ez azt gondolom a színfalak mögötti parlamenti jogalkotásnak egy tipikus példája. Nos, tehát ami november 16-án elfogadásra került, aztán nemes egyszerűséggel törlésre, bármiféle szavazás nélkül, azt szeretnénk, hogyha végre beiktatásra kerülne. Ugye az alaptörvényhez fűzött módosító javaslataink során is leszavazták önök, még mindig nincs egyértelműen kimondva, hogy a határon túli magyarságot szavazati jog illeti meg. Hát mondjuk ki végre ebben a határozatban, hogy meg kell találni a lehetőséget. Ugye milyen lehetőséget, erre is voltak korábban jobbikos javaslatok. Ha már jobbikosként felszólalok, akkor hadd mondjam el, hogy mi szimbolikusan 26 képviselőt javasoltunk itt a csökkentett országgyűlésben, mégpedig azért, mert önök fontosabbnak tartották, és azt már rögzítették, hogy 13 kisebbségnek biztosítanak akár 13 főnyi parlamenti képviseletet. Mi szimbolikusan, hát legalább kétszer olyan fontosnak tartjuk, hogy a határon túli magyarság képviseltetve legyen a magyar országgyűlésben. Ezért szeretném, hogyha ezt a javaslatot is végre egyszer mindenkorra kimondanánk. Nagyon röviden beszélnék még két technikai módosításról zárásként. Az egyik, bár technikai, de fontos. Az, hogy egy albizottság tárgyalja ezt, az nem méltó az eset súlyára. Nekik odaadták egyszer, gondolom, ezentúl elzárkóznak ettől a dologtól, és itt reagálnék a másik dologra, amit tetszett mondani képviselő úr, ugye, hogy lehalászja valaki az ajánlószelvény. Az ajánlószelvénygyűjtés egy nagyon-nagyon jó módszer arra, hogy a képviselő jelöltek találkozzanak a választóikkal, már akiknek vannak választóikkal, akik nincsen, annak tényleg csak egy nyűg. Köszönöm szépen. Nem látok több bejelentkező hozzászólni. Akarok képviselőt, megkérdezem. Képviselőt kíván-e még valaki szólni? Nem, akkor csalom az szól képviselőt, kérdezem meg, hogy látok itt. Kíván-e? A vita végén. Kíván-e? Az általános vitát akkor most lezárhatom. Rendben, a vitát lezárom, módosító javaslat érkezett. Részletes vitára, bocsájtás és részletes vitára, mert a következő vitára héten kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik rendőrségről szóló 1994. évi 34-es törvény, a szabálysértésekről szóló 99. évi 69-es törvény, a közúti közlekedési előilleti pontrendszerről szóló 2000. évi 128-as törvény, valamint a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályról szóló 2005. évi 133-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általánosítája, képer 3481-es számú megismerték az előterjesztést, megkérdezem, kontaktálok miniszterúr, igen, államtitkár úr, bocsánat, megadom a szót az előterjesztésre, 20 perces időkeretben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat 4 törvény módosítását tartalmazza, ezek a rendőrségről szóló törvény, a szabálysértésekről szóló törvény, a közúti közlekedési előilleti pontrendszerről szóló törvény és a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény. A közúti közlekedésről szóló törvény alapján az ütesetelítés szabálysértési alakzatát megvalósító magatartását 2011. július 1-től közigazgatási bírósággal sújtandó szabályszegési alapul. A törvényjavaslat ezen összefüggésben tartalmazza a rendőrségről szóló törvény és a közötti közlekedés előírási pontrendszerről szóló törvény módosítását is. A közlekedés biztonság javítása a közlekedési szabályokat ismételten, illetve súlyosan megszegőknek közötti forgalomból történő kiszűrését érdekében elengedhetetlen a pontrendszer szigorításon. A jelenlegi alacsony pontszámok nem elég hatékonyak, csak elenyésző számban vezetnek a vezető engedély visszavonásához. A szabálysértésekről szóló törvény módosítása a tulajdon elleni szabálysértésekhez kapcsolódó értékegybefoglalás intézményének a hatékony működtetését segíti elő. A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályáról szóló törvénymódosítástól az indokolatlan riasztások számának csökkentése, ezáltal a rendőri intézkedés hatékonyságának növelése és a rendőrség költségeinek csökkentése várható. Tisztelt Országgyűlés! A rendőrségről szóló törvény módosításától az is indokolja, hogy a 2011. július 1-től 11 közigazgatási bírsággal sújtató hiteles vezetés esetén a rendőrség
előállíthat vissza szemét, előállíthat, akitől a cselekmény bizonyítása érdekében mintavétel szükséges. Módosítás lehetővé teszi, hogy a hatóság az érintett papotát annak együttműködése hiányában is mintavétel tűnésére kötelezhet. A szabásértésekről szóló törvénymódosítás hatályba léptetését követően a rendőrség ellenőrizteti, hogy más rendőrség szervnél folyik eljárás tulajdon elleni szabásértés miatt, melyre az értékegybefoglalás intézményenek alkalmazhatósága céljából van szükség. Amennyiben a szabásértések elkövetési értékének egybefoglalása során az elkövetési érték a 20 000 forintos érték, tehát a 20 000 forintot meghaladja, úgy a továbbiakban büntetőeljárás keretében vizsgálják az elkövető felelősségét. Tisztelt Országgyűlés! A közötti közlekedési előleti pontrendszerről szóló törvény módosításával lehetővé válik, hogy a hatálya kiterjedjen, hogy a közigazgatási bírsággal sújtandó szabási segítségre is. A balesetek megelőzése érdekében a pontrendszer szigorításával elérhető, hogy akár a két kiemelt és egy kisebb fokú szabási szegés miatt a vezetői engedély visszavonása kerüljön. A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályról szóló törvénymódosításról szóló előírja, hogy a tárfelügyeleti rendszert működtető vállalkozás vagy magánszemély a beérkező jelzéseket köteles ellenőrizni és dokumentálni, mielőtt a rendőrséget értesíti. A kötelezettségek elmulasztása esetén a vállalkozással vagy a magánszemélyen szemben az indokolatlan elszámból eredő költségeket a rendőrség jogosult érvényesíteni. Tisztelt Országgyűlés! Törvényjavaslat fontosabb, lényegesebb, leglényegesebb elemények felsorolásával és bemutatásával, rövid bemutatásával az volt a célom, hogy meggyőzzem önöket arról, hogy szerint a javaslat helyes célokat szolgál. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjék. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr, és megadom azt, hogy Borbély Lénár képviselőnök. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága mai nap délután az ülésén megvitatta, illetve megtárgyalta a rendőrségről szóló 1994. évi 34-es törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi 69-es törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszeréről szóló 2000. évi 128. törvény, valamint a személyes vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 533. törvény módosításáról szóló téper 3481-es számú törvényjavaslatot, és a jelenlévő 17 igennel egybehangzóan általános vitára alkalmasnak tartották. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság álláspontja szerint a törvények módosítására szükség van. Megítélésünk szerint a javaslat hozzájárul szerint a közlekedésbiztonság jelentős mértékű további javításához, amire a baleseti statisztikák ismeretében itt a szükség van. Az ittes vezetéshez, illetve a gyorshajtáshoz a közigazgatási eljárásban nem kapcsolódik járművezetéstől eltiltás intézkedésétől. Ezzel összefüggésben az előéleti pontrendszerről szóló törvény módosítása szükséges, annak érdekében, hogy hatálya kiterjedjen a közigazgatási bírsággal a sújtandó jogsértésekre is. A pontrendszer szigorításának eredményeként elérhető, hogy a járművezetés